Már a Sopron elleni mérkőzésre vár az Albakom Fehérvár NB1-es kosárlabda csapata. Branislav Zunic együttese az alapszakasz második fordulójában Szegedre látogatott, ahol 10 pontos 62-72-es győzelmet aratott a házigazda ellen. A tréner szerint hullámzó teljesítménnyel. Egy kicsit hullámzó volt a játékunk ott az elején, meg a végén. Nem játszottunk jót, de a meccsen nagy részben tudtunk kontrollálni az eredményt, úgyhogy a végjátékban az utolsó 5 percben mentünk egy 20 ponttal előnyel. A következő összecsapás megint egy fokkal nehezebb feladatnak ígérkezik, hiszen a fehérváriak mumusa a Sopron érkezik a Vodafone Sportcentrumba az alapszakasz harmadik fordulójában. A tradíció mindig egy kicsit inti az óvatossága, mert mindig elég szoros meccseket játszottunk a következő ellenfelel. Nagy csata várható a hétvégén is? Én azt hiszem, hogy jó meccset fogunk játszani, izgalmas, és nem lesz olyan nagy különbség a két csapat között, amilyenek voltak az első két fordulóban. A Sopron elleni mérkőzés szombaton este 6 órakor kezdődik Székesfehérváron, az Albakom célja pedig a hibátlan mutató megőrzése.